Köszöntöm a kedves nézőket! Június 1-én csütörtökön átadták a pedagógus napi díjakat a Faluházban egy ünnepélyes műsor keretén belül. A dr. Milosevics Péterné Budakalász közoktatásáért díjat az idén dr. Wettstein Andrásné Andrásfalvi Etelka, a Szent István Telepi Általános Iskola pedagógusa kapta. Köszöntöm a stúdióban! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Mennyire érte meglepetésként ez a díj? Igaziból nem számítottam rá, tényleg legkisebb mértékben sem. Úgyhogy meghívót kaptam ugye a pedagógus napi ünnepségre, és különböző családi bonyodalmak miatt teljesen kiment a fejemből. És akkor rám telefonált a férjem, hogy itt a Faluház mellett sok pedagógus van, nem kéne ide jönnöm, mert pont arra ment el kocsival. És akkor gyorsan elrohantam, és mert én tényleg minden évben nagyon szeretek erre elmenni, mert nagyon szeretek örülni a kollégáim dicsőségének, meg mindenféle, hát nagyon kellemes vacsorát töltünk el a Faluházban. És akkor beestem, hát már 20 perc késéssel legalább, és akkor egyszer csak kiszólítottak engem, és én erre nagyon nem számítottam. Hát az ember csak végzi a dolgát, csinálja, hogy mit jónak lát, és hát csodálkoztam, hogy ezt valaki észreveszi. Biológia, kémia és dráma szakos pedagógus is egyben. Melyik a fő tárgya inkább, vagy melyik volt az, ami korábban fő tárgyként megszólította, hogy ezzel szeretne foglalkozni? Hát nekem a biológia, abszolút, és nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag azt alig tanítottam utóbbi 10 évben. Volt, hogy természetismeretet tanítottam, ugye 5.-6.-ban, de hát főleg a kémia, amit aztán így rám maradt, de nagyon-nagyon szeretem a kémiát is, és hát aztán már 46 éves koromban végeztem el a drámapedagógiát. Érdekes párosítás, vagy egy trió ez a három szak, hogyha szabad így fogalmazni, mert még azt gondolná az ember, hogy inkább ugye az irodalom, nyelvtan, esetleg még a történelem szakos tanárok kezdenek el drámapedagógia felé orientálódni, ehhez képest reáltárgyakat tanított. Miért irányult a figyelme a dráma felé? Már 18 éves koromban rendeztem és írtam darabokat, megfordítottam angolból ilyen utcaszínház, ilyen szkecseket, és barátainkkal akkor egy templomi közösségben, hát nagyon erős regnumi közösség volt igaziból, és hát onnan ilyen barátokkal állítottunk össze karácsonyra, meg húsvétra ilyen műsorokat, de ezek ilyen, hát nagyon modern darabok voltak, pantomim, meg hát, szóval ez bennem úgy nagyon bennem volt. És igaziból a biológiát azért választottam mégis, amikor leérettségiztem, ugye biológia, kémia szakra mentem, mert nagyon szerettem a természetet, és az édesapám révén nagyon, tehát ilyen természetbúvárnak éreztem magam, meg ilyen kutatónak éreztem magam, de ez inkább talán az ő vele való azonosulás, vagy ilyesmiből fakadt. De hát nagyon humán beállítottságú kislány voltam, egyébként nagyon sokat olvastam, és nagyon jó voltam általában humán tárgyakból. És aztán ez így végigvonult, és aztán a gyesek, sok-sok gyes után éreztem, hogy nekem ezzel is kell foglalkoznom. Ezek az emlékek viszont még ezek a korai évek még nem Budakalászhoz kötik. Igen. Hol nőtt fel, Etelka? Budapesten nőttem fel, és első kerületben, és ott egy nagyon erős templomi közösség volt, ahova jártunk. És ugye akkor még nem lehetett cserkészet, az még be volt tiltva, de aztán bekerültem 14 éves koromban a regnumba. Az a cserkészet hagyományait nagyon, nagyon jól őrző, egyébként erősen inkább a vallási hangsúly volt rajta, de nagyon erős volt a természetjárás is. És az apukánk is ebben nevelt fel minket, úgyhogy nagyon egyek voltunk a természettel egész gyerekkoromban. És ebben a közegben ismerkedtek meg akkor dr. Wettstein Andrással a könyvével. Igen. Mi már nagyon hamar, tehát 14-15 évesek voltunk, mikor már megismerkedtünk, és ő is regnumos volt, de más közösségbe járt. De valahogy éreztük, hogy
ez a cserkészet, ez nagyon-nagyon értékes dolog, csak akkor még, még tiltott volt, és még nem lehettünk cserkészek. És akkor 88-ban már legális lett ugye a cserkészmozgalom is, és akkor letettük a cserkészfogadalmat, és bekapcsolódtunk ezzel ebbe a mozgalomba, mert ez a... Talán az fogott meg a leginkább az egészből minket, hogy az egész embert szólítja meg a cserkészet. Tehát, hogy a Pestalozzi mondja, én mint pedagógus, ugye aztán pedagógia történet mindig nagyon érdekelt, és nagyon megfogotta, hogy ő fogalmaz, Pestalozzi az 1700-as évek végén, 19. század elején élt, hogy az embert, ugye az ész, a szív és a kéz, tehát hogy az pedagógia az egész embert kell, hogy megszólítsa. És nem csak az észhez kell veszni, és nem csak a szívhez, és nem csak a kézhez, hanem mindegyikhez egyszerre. És a cserkészetben ez fantasztikusan megvalósul. És akkor nem is volt kérdés, amikor Budakalászra költöztek, hogy e felé irányulnak, és önök teremtették meg a cserkészetet itt a városban. Igen, igen. Most hány főt számlál ez a közösség? Hát 430 körül vannak, azt hiszem. Tehát 400-on fölül vagyunk. Most napi szinten mennyire veszi ki a részét a cserkész mozgalomnak a mindennapjaiból? Így az elején, hát az elején mondjuk első 20 évben nagyon-nagyon aktívan részt vettem benne. Gyesen is voltam, és minden energiámat a cserkész csapat dolgaira szántam. Nagyon sok színdarabot írtam, hiszen ugye Baden-Powell szerint is, de hát szerintem is, ugye a dráma meg a színjátszás az egy nagyon-nagyon személyiségfejlesztő dolog, és nagyon-nagyon ismeretre vezeti a gyerekeket, így a cserkészetben ez kezdetektől fogva, amikor még nem is neveztük magunkat cserkésznek az első 3 évben, akkor is már sok színdarabot rendeztem velük a gyerekekkel. És aztán most az utóbbi időben, ahogy az energiáimat inkább így a tanításra, és visszamentem ugye tanárnak dolgozni, utolsó 13-14 évben már jobban így háttérbe vonulunk az effektív szervezési feladatokból, a cserkészetből, de nagyon-nagyon ügyesen átvették a fiatalok, úgyhogy nem kell aggódnunk, de azért jelen vagyunk számukra. Említette, hogy 20 évig volt gyesen, illetve hát a méltatásban kiemelték a pedagógus napon, hogy ugye elég hosszú ideig otthon volt a gyerekekkel, aztán ebből a közegből visszament a gyerekek közé. Nem lett volna rá igénye, hogy egy kicsit váltson, és inkább felnőtt társaságban nem vágyott-e jobban? Hát ugye 6 gyereket neveltünk föl, és ugye most már legfiatalabb is 19 éves, és eléggé elosztva születtek, tehát 16 év van a legnagyobb meg a legkisebb között, úgyhogy ilyen teljes permanencia volt folyamatosan, a legkülönbözőbb korosztályok, legkülönbözőbb problémáival, de hát én minden energiámat ugye a gyereknevelésbe tettem, meg a gyerekeim közösségeinek a elősegítésében, és hát ez aztán elég gyorsan így a cserkészettel összekapcsolódott, mivel hát amikor megalapítottuk így az első, hogy az első közösségi táborunk volt, akkor még 2 éves volt a legnagyobb gyerekem, de aztán szép fokozatosan ők belenőttek a cserkészetbe, úgyhogy volt hova belenőni, ez is nagyon jó volt, és mindig nagyon személyes és nagyon mélyen érintett minden problematika, ugye, ami a cserkészettel kapcsolatos volt, mert hát a gyerekeimen keresztül jöttek a legeslegforróbb információk. Úgyhogy ez egyáltalán nem volt unalmas, és egyáltalán nem volt, és hát egyben föl is töltött, úgyhogy nem igazán mondom, hogy nagyon vágytam volna nagyon másra. De így a gyes végén, amikor már a legkisebb lányom ugye 2 éves volt, akkor éreztem, hogy ezzel a drámával valamit kezdeni kéne, és akkor megtudtam, hogy van ilyen képzés. És nagyon jó impulzusokat adott, és nagyon sok mindent így tudatossá emelt, amit én a gyakorlatban már kitapasztaltam, vagy nagyon sokat alkalmaztam. De amikor elvégeztem ezt a képzést, akkor hát egy tudatosság, egy nagyon nagy tudatosság lépett be.
a munkámban. Tudna említeni néhány mesterét, akire felnéz a mai napig, és akitől nagyon sokat tanult ezen a téren? Végül is Muka János, aki akkor a tanszékvezetőnk volt, azt kell mondanom, hogy ő az, aki legnagyobb hatással volt rám. És az iskolánkból Barca Katalin tanárnő, aki anciánszókört vezette 15 évig, amikor én odaérkeztem, akkor még egy-két évig vezett, és aztán nekem adta át. Ő nagyon nagy hatással volt rám, a gyermekeimet is tanította, több gyermekemet is, és ő vele aztán később drámatáborokat is, mesetáborokat is együttesen rendeztünk a Cserkészházba, mert nagyon-nagyon egy húron pendültünk, nagyon-nagyon össze voltunk hangolódva, és ő úgy mondta, hogy ő nagyon-nagyon jó szívvel adta át nekem a dráma csoportot, vagy ezt a színjátszó csoportot, mert akkor ő inkább a meseterápia irányába ment el, vagy oda fektette bele az energiáit. De ez a kettő annyira rimelt egymásra, és annyira sok-sok közös pontot tudtunk találni, hogy csodálatos drámatáborokat tudtunk így együtt szervezni. Melyik oktatási intézmény volt ez, amiről ilyen szépen emlékezik? Ez a Szent István telepi iskola, ahol most is tanít. Arra gondoltam, hogy ahol ön tanult, ahol a mesterei... Nem. Ahol én a dráma pedagógiát kitanultam, az a Apor Vilmos főiskola Vácon. A közösségteremtés, közösségépítés pedig nem csak a cserkészetben merült ki, éppen aktuálisan, amikor ön is benne volt ebben az élethelyzetben, baba-mama klubokat is szervezett. Ezek mit akartak pontosan? Hát igen, azért, amikor pici gyermekei vannak az embernek, akkor vágyik természetesen a saját korosztályában való szülőkkel való kommunikációkra, és akkor szerveztem így a templomban, akkor a Kalászi templomban volt erre lehetőség, és akkor a máltaiaktól kaptunk szőnyeget, meg ilyen játékokat, meg ilyesmi. Hát ez is volt már 30 éve. És akkor a még nem óvis gyerekeket, vagy hát sokszor az óvis gyereket is vittük, aki még nem tudott óviba menni, de már azért elég jól volt az éppen aktuális betegségből. És akkor ez a mini klub nevezetű mozgalomnak a része volt. Én egyszer eljutottam a Kövi kápolnába, ott rendeztek ilyen miniklubot, és nagyon nagy ihletet kaptam, hogy akkor ezt meg kéne valósítani, és ugyanígy a gyerekekkel egy ilyen kis pedagógiai alkalmat rendeztem, hogy énekeltünk, mozogtunk, táncoltunk, tornáztunk, barkácsoltunk. Tehát így a pici gyereket, ugye az egész gyermeket megszólítva minden szinten. Amit aztán később, ugye óvisítant kezdtem vezetni később, sok évig vezettem, és ott is a nagycsoportosoknak tartottam a telepi óvodában. És ott is egy ilyen nagyon komplex foglalkozást rendeztem mindig, drámapedagógiát is bevonva erősen. És hát ugye a templomi kórusnak a megszervezése is az ön nevéhez köthető, hogyha jól tudom. Az is gondolom, hogy hasonló indítatásból, hogy közösséget formáljon, így volt. Igen, az is, meg ugye a művészet az nagyon erősen jelen volt mindig az életünkben, otthon, tehát szüleim révén. Nagyon sokat énekeltünk, különböző hangszereken játszottunk, kamarazenéltünk, és ugye a művészete, a szépségen keresztül is ugye az Istenhez lehet vezetni az embereket. Ez nagyon bennem volt, mert a templomi kórus, ahova jártam, az egy gregorián kórus volt, és akkor így a gregoriánban nagyon benne voltam, és amikor ide költöztünk, az első, amit így közösségszervezésnek lehetett nevezni, az a akkori 7.-8. hittanosokkal egy ilyen kis gregorián kórus volt, és akkor a templomi alkalmaknál, miséken, nagyobb ünnepeken énekeltünk, és ezeket a gyerekeket vittük el először táborozni, akik a kórusba voltak. Ezek a maszkok és a bábok pedig nem véletlenül kerültek ide az asztalra. Mik ezek, és milyen kezek készítették? Ezek, én dráma tantárgyat is tanítok, ugye a Szent István telepi iskolába, és színjátszókört is vezetek, és a dráma tantárgy az 5. jelenik meg,
ilyenkor én fél éven keresztül nagyon sokat bábozok a gyerekeknek, és aztán csinálunk saját bábot. A két bábot, amit itt látunk, azt is gyerekek csinálták. Nagyon egyszerű, ilyen újra hasznos különböző rongyokból, meg szoknikból, meg ilyesmikből állítjuk össze a bábokat. Karakterbábot kell csinálniuk, és bele kell bújni, ezek kesztyűbábok, és be kell mutatkozniuk a báb színeiben, a bábot nézve, és a báb mögé bújva egy valami karaktert kell építeniük, erre kapnak különböző szempontokat, és akkor ezt bemutatják egymásnak a gyerekek. És utána pedig alkotnak közösségben, tehát 2-3-4-es csoportokban egy bábszín darabot, amit vagy ők írnak az egész történetet, vagy egy meglévő történetet feldolgoznak. Díszletekkel, paravánt is nagyon sokszor készítenek, és hát a saját bábokkal, vagy esetleg bevonhatnak más bábokat is, hogyha nagyon sok szereplős a darab. És aztán karácsony után nagyon sok ilyen személyiségfejlesztő játékot játszunk, drámajátékot, és aztán görög színházat játszunk, itt maszkokat lehet látni, ezeket is papírmaséból a gyerekekkel együtt készítjük. Ezek is, hát általában a görög mitológiai történeteket veszünk elő, és ezeket dolgozzák fel, ezeket adják elő kis jelenetekben. Úgyhogy akkor a szülőket is behívjuk, meg a báb előadásunkra is behívjuk az alsóbb osztályokat, úgyhogy elég sok ilyen színi előadást tartunk a év során. A Faluházban hétfőn és szerdán Mihály Elende Momó című darabja alapján egy színpadi előadást vittek a közönség elé. Hogy sikerült az előadás? Nagyon jól sikerült. Ez most a teljes Momó darab volt. Előtte az alapítvány napunkon csak egy trélert adtunk elő, mert hát ez egy órás darab volt, ilyen teljes délelőttös vagy estés darab is. És hát most lett úgy kész, hogy az egész iskolának, de alsó tagozatnak egyszer, és a másik nap még a főső tagozatnak bemutattuk. Mindig én írom ezeket a darabokat, regényeket, meséket dramatizálok, vagy fordítok más nyelvekből, általában szintén meséket, és akkor azt nagyon testre szabom a színjátszók számára, mindig az aktuális kis közösség számára, úgyhogy ezért kész darabokat nem nagyon tudok felhasználni. Mik a tervek? Akár a biológia, kémia tanítás terén, az tovább is viszi remélhetőleg, hiszen elég kevés a szaktanár van, ugye, vagy a dráma területén. Most, akivel osztályfőnök helyettes vagyok, tehát aki az osztályfőnök, Rakics Rita a kolléganőm, ötödikesekkel vagyunk, most elvittük őket egy erdei iskolába múlt héten, 4 napos, nagyon intenzív, azt mondhatnám, hogy cserkésztábor-szerű erdeiskola volt. És nekem ugyanannyira a szívem közepében van a természet, meg a dráma, és ez a kettő nagyon-nagyon összekapcsolódik bennem. És nagyon csodálatosan együtt tudunk működni a Rakics Rita kolléganőmmel, aki egyébként földrajz és biológia szakos, és hatalmas egy természetbúvárkodást rendeztünk, és megtanítottam nekik, hogy mi mindent lehet megenni a növények közül, így a tavaszi növények közül. Ez nagyon-nagyon tetszett nekik. Akkor elmentünk egy gólyaházba, ott van egy ilyen fekete gólyaház, ahol voltunk, és ott a gyerekek így improvizáltak, dramatizáltak egy természetből vett képet, hogy a fekete gólyák a fehér gólyákkal összevesznek. Ez a Gemenci erdőben volt egyébként, Gemence. És tehát a gyermek az olyan, hogy nagyon-nagyon nyitott. És hogyha dramatizálunk, akkor arra is nyitott. Ha a természet ismeret van, akkor arra is nagyon-nagyon nyitott. És főleg ilyen nem tantermi és tantervi környezetben. Ami adódik a természetben, azt úgy spontán fölhasználjuk, és köveket gyűjtünk, és van egy hatalmas kőgyűjteményen például, és akkor a kövekkel azonosítjuk magunkat, és beszélünk magunkról, mintha kövek lennénk, miben hasonlít rám ez a kő, gyűjtünk különböző természeti élő és élettelen tárgyakat, és akkor hát persze elengedjük a bogarakat, de videót készítünk velük,
És pont erről beszéltem a kolléganőmmel, hogy milyen jó lenne egyszer egy ökodráma tábort tartani, ahol mindent bele lehetne tenni, ami nevelés és ami személyiségfejlesztés. Sok erőt kívánok mindenhez, hogy meg tudjon valósulni, és még egyszer szeretettel gratulálunk a díjhoz. Nagyon szépen köszönöm. Nézőinktől is elbúcsúzom, viszontlátásra!